Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A jövőm útja. Így hívom ezt a jóslást, és ez tőlem származik. Ez a felvétel egy személyes jóslás Omarasé részére. Kedves Omarasé, ez a te videód, és arról van szó, hogy mi történik az életedben, mit hoz a jövő. Az első kép itt bal oldalon mutat egy királynőt. Ennek a királynőnek van egy kehely a kezében, és az mutatja a víz elemét. És a víz eleme szimbolizálja az érzelmeket. És itt, ezen a helyen feltenném a kérdést, hogy te elégedett vagy magaddal, az életeddel, vagy mások elégedettek-e veled? Ez a királynő arra utal, hogy te nagyon érzékeny vagy, és mutatod az érzelmeidet. Ezek nagyon szép jellemekre mutatnak, és legyél büszke magadra. Arra is, hogy milyenek az érzelmeik, milyenek a fellépéseid, és a külsődre is. De ne hagyd, hogy mások téged kihasználjanak. A következő kártya itt mutatja, hogy mi ad neked védelmet, vagy ki óv téged. Itt nyílik neked egy kapu, lehetőségek az életedben, és megteheted ezeket a lépéseket. Mint ez a fiatal férfi mutatja neked az utat és a tűz elemét. Tehát az, ami téged lelkesít, amiről meg vagy győződve, hogy ez a tiéd, ez a te utad, ott legyél aktív és tegyél lépéseket. Azon kívül van egy férfi a közeledben, vagy közeledik hozzád, aki segít neked. Milyen akadályok lesznek az életedben? Ezt mutatja itt ez a kép. Ez a szerencse istennője, ami annyit jelent, hogy szerencséd lesz, nincsenek akadályok. Amire viszont gondolnod kell, az a saját érzésed. Mert itt ezen a képen vannak a kelyhek, és a kelyhek szimbolizálják a víz elemét, és a víz eleme az mutatja az érzelmeket. Tehát csupán a te saját érzelmeid, mint például a félelmek, ez lehet akadály. De kívülről nem fog téged senki akadályozni a sors utadon. Vannak-e céljaid? Mit szeretnél elérni? Ez a cél elérhető-e, vagy sem? A választ megadja rá ez a kártya. Ez egy szerelmi párkapcsolat. A háttérben ez a lelkész mutatja az isteni beavatkozást. És az azt jelenteni, hogy ez a férfi egy lelki kapcsolat, ez meg van írva a sorsok könyvében. Pontosan ez, amire te gondolsz jelen pillanatban, hogy a sorsodon változik valami. A szemed be van kötve, tehát nem látod, hogy milyen irányba fog ez fordulni, de érzed a változásokat. Ez a csillagkép hoz neked szerencsét. Azt is jelenti, hogy megvan írva a csillagokban a jövőd, és pontosan ez az élet útad.
És ebben bízzál. Bízzál magadban, legyen hited abban, hogy minden jóra fordul. Ez a kártya itt jelentheti azt is, hogy te pontosan tudni akarod, hogyan tovább, és azt is, hogy téged érdekel a spirituális téma. És a könyvek arra utalnak, hogy te tanulni fogsz, és képzed magad. Mi várható konkrétan? Mi fog történni a közeljövőben? Ezt mutatja ez a lovas férfi. Ennek van kettő jelentése. Egyrészt, hogy mozognak a dolgok, minden előre megy, annak ellenére, hogy te visszatekintesz a múltba, és egy férfi van hatással az életedre. Ez a férfi lehet valaki a múltadból, de jön valami új is. Nem valami, hanem valaki. Ez a férfi mutat nyitottságot, átnyújtja neked ezt a kelyhet, tehát itt szerelemről van szó. Milyen az önbizalmad? Ez a lovas férfi mutatja. Az lehet, hogy egy férfi közeledik hozzád, és erősíti az önbizalmadat, viszont mutatja a te tartásodat, mozgásodat is. Ez a férfi a tűz elemét jelenti, az pedig a bátorság és a lelkesedés. Tehát, ha téged valami lelkesít, akkor abban az irányban mozogni fogsz, és mutatod a bátorságodat. Mi adja neked a belső erőt? Itt vannak küzdelmek, de győzelmek is. A hetes szám összeáll a hold sugarával, a hold energiájával. Az pedig mutatja a te érzelmeidet, a titkaidat, az álmaidat, a reményeidet. Az egyetlen, ami téged itt akadályozhat, ha te azt feladod, ha félelmeid vannak, ez a belső harc, viszont nem a harc, ami ezt képet jellemzi, hanem a győzelem. Te győzni fogsz a félelmeid felett, és éled az álmaidat, mert bízol benne. Mit tegyél, hogy most javuljanak a dolgaid? Ez a királynő és az erő mutatja. Mutasd az erődet mégpedig úgy, hogy jelen pillanatban inkább visszahúzódó vagy, tekinted az eseményeket, és mutatod a büszkeségedet, mint egy királynő. És mi várható a jövődben, hova vezet az utad, ezt mutatják ezek a kincsek. Anyagi jólét vár rád. Nem csak az anyagi jólétet jellemzi ez a kártya, hanem mind azt, ami számodra értékes. És ez legyen a célod. Mi fontos, mi értékes, mit szeretnél elérni, ebben az irányban kell, hogy tekints, és pontosan ezt mutatja ez a kártya, ez meg van írva a csillagokban, és pontosan ilyen irányba fordul a sorsod. Akkor is, ha most még ez nem látható, mert a szemed be van kötve, de itt mutatja a kártya a jövődet, pontosan az, ami bekövetkezik. Amit most még megtekintünk, hogy milyen az energiád jelen pillanatban, én azt átvarázsolom számokra.
Ezek a következő számok 5, 1 és 3. Ezeknek a számoknak is megvan a jelentése. Az ötös szám azt jelenti, ha te valamit lezártál az életedben, vagy befejeztél valamit, megvannak a lehetőségeid valami újat kezdeni, mint ahogy ez a kártya mutatja is. Egy új ajtó nyílik számodra. Az ötös szám jelenti azt is, hogy mások hatnak rád. Ez lehet jó is, lehet rossz is. Úgyhogy vizsgáld át a dolgokat, ki van jó hatással rád, és ki az, aki nem olyan jó hatással van rád, attól búcsúzz el. Az egyes szám mutatja a te fellépésedet. És ez látható is, mert mások így látnak téged, mint ez a királynő. És mutatod az erődet, akkor is, ha jelen pillanatban nézed a dolgokat, és vársz arra a pillanatra, ami kedvező számodra, ahogy itt a csillagok is megírják, és abban a pillanatban elindulsz egy irányba mozogni, ami téged lelkesít. A hármas szám jelentheti azt, hogy van egy pár kapcsolatod, mint itt látható, és ebből a pár kapcsolatból kisugárzik valami, ez lehet erő, vagy valami új dolog. És ez az újdonság lehet egy gyermek születése is. Vagy pedig valamit tesztek közösen. A hármas szám nem csak ezt a kapcsolatot és az ebből kialakuló új dolgokat mutatja, hanem azt is, hogy mások befolyásolhatnak téged. Hasonlóan, mint az ötös számnál. Az ötös számnál ez a hatás inkább kívülről jön, ezek döntések, és a hármas számnál vagy belülről jön ez a hatás, vagy ez a külső hatás hat a te érzelmi világodra. Az ötös szám inkább a tettekre hat, a hármas pedig a te lelki világodra. Most áttérünk az asztrológiai részre. Kedves Omarasé, most áttérünk az asztrológia területére az indiai asztrológia szerint. Az indiai asztrológusok másképp számolják ki a horoszkópot, tehát az nem egyezik meg a mi asztrológiánkkal, ahogy mi Európában ezt ismerjük. Viszont ez az indiai asztrológia nagyon precíz. Örülök, hogy ezt választottad. Te egy nappal új hold után születtél. Új hold annyit jelent, hogy hold és a nap találkozik. Ilyen esetben számunkra a hold nem látható. A holdnak ugyanis nincs fénye, hanem megkapja a naptól, és azt tükrözi nekünk. Egy ilyen új hold napnál is fontos, hogy mi visszahúzódjunk, meditáljunk valami felett, vagy megpróbáljunk valamit tervezni az életünkben, de az a lényege, hogy visszahúzódóak legyünk. Számodra ennek van egy nagyon nagy jelentése, mert ez az új hold minden hónap
van, és minden új kezdetben is hat rád. Tehát, ha döntéseket kell, hogy hozzál, akkor az jó, ha visszahúzódol, vársz egy napot, és megpróbálod ezt belülről megerősíteni. Egy nappal később már hozhatod a döntéseket. Akkor megvan a világosság, megvan az erőd, és biztos vagy abban, hogy sikereid lesznek. És ez minden területen. Főképpen, ami az anyagiakat illeti. Mert ez az új hold a te horoszkópodban, a második házban található, és ez a ház, így nevezzük az asztrológiában, ez egy életterületet mutat, az anyagiakat, de nem csak a pénzügyi dolgokat, természetesen azt is, hanem mindazt, ami számodra értékes. Az lehet egy barátság, vagy a szerelem, de mutatja a te saját értékeidet is. És legyél ebben biztos. Ez az új hold, a nap és a hold találkozása történik itt ebben a második életházban, a mérleg jegyében. Tehát itt fontos az egyensúly. Nem csak a belső egyensúlyodra utal, hanem a kiadásokra és a bevételekre, mert itt pénzügyi dolgokról is szó van. A mérleg szereti a szép dolgokat, és te szívesen kiadsz arra pénzt, mindaz, ami számodra szép. Tehát ruhák, vagy kozmetika, vagy valami szép, például a lakás díszítése. Ez a hajlam arra, hogy ilyen dolgokra kiadjál pénzt. De ez nem csak a pénz kiadását jelenti, hanem a bevételt is. Amennyiben úgy érzed, hogy tehetséges vagy egy területén, ami a szépséget illeti, vagy megvan arra a lehetőséged, hogy mint művészként dolgozz, akkor az neked jelenthet pénzforrást. De szerencsét is, mert a mérleg jegye felett Vénusz bolygó uralkodik, és kihat nem csak a szerelemre, hanem hoz szerencsét is nálad az anyagiakat illetően. Itt ebben a mérleg jegyében a második életházban nem csak nap és hold található, hanem Merkur bolygó és Plutó bolygó is. Merkur megadja neked ezt a tudást, hogy rendezd az anyagiakat, megvan hozzá a tudásod, lehet az is, hogy ezzel a tudással te pénzt tudsz keresni. Vagy kiadsz pénzt olyan dolgokra, amiből te tanulhatsz. Plutó bolygó mutatja a belső erődet. Itt nem pénzről beszélnék, inkább arról, hogy mutasd kifele a te saját értékeidet. És azt úgy, hogy mások ezt elismerjék. Az indiai asztrológiában vannak holdházak. A te napod a Sitra holdházban található, és az annyit jelent, hogy ügyelj arra, hogy te megtartsd a belső egyensúlyodat. És azt is jelenti, hogy ha te indítasz valamit, az sikereket hoz a számodra, különösen, ha anyagiakról van szó. Tehát jó üzleti érzéked van. A napod a Svati holdházban
található, és Svati annyit jelent magyarul, hogy a te személyiséged és a te lelked. Legyen összehangzásba. Ez a szó, Svati, a szanszkrit nyelvből származik. A lagnád, vagy az aszcendentusod a szüzek jegyében áll. A szüzek jegye az a föld eleméhez tartozik. Az mindig összeköttetésben áll a valósággal. Tehát te reálisan látod a dolgokat, nem vagy túl álmodozó. A szűz jegye mutatja a te fellépésedet, kicsit elgondolkodó, oda visszahúzódó vagy, de az emberek körülötted, akik téged ismernek, azok úgy látják, hogy te nagyon okos vagy, okos döntéseket tudsz hozni, megbíznak benned, tudják azt, hogy számíthatnak rád, hogy szereted a rendezettséget, egy rendezett életet nyújtasz nekik, meg ez van körülötted. Itt ezen a téren a szűz jegyében van a Vénusz bolygó, ami mutatja a te szépségedet, és mutatja a te jó ízlésedet, de úgy, hogy inkább olyan szolidan, visszahúzódóan lépsz fel, és mégis van ez a nőies kisugárzásod. Most megtekintjük azt, hogy mi várható rád a közeljövőben. Ezt mutatják a bolygók. Bolygó annyit jelent, hogy mozgó csillag, tehát mozognak, és ezzel a mozgással hatnak a mi életünkre. És pontosan ekkor történik valami. Kétó, ez egy kármikus csomó, egy lefelé mozgó csomó, és ez mutatja a múltunkat. Ez a kármikus csomó jelen pillanatban a nyilas jegyében mozog, mégpedig ez év októberéig. Tehát itt hat, és itt vannak nálad ilyen kármikus témák, ami a te múltaddal áll összefüggésben. A nyilas jegye és az itt mozgó holdcsomó a negyedik életházban van. Ez a negyedik életház adja meg számodra az alapot. Tehát erre tudsz valamit építeni. Minden területén. Ezen kívül kihat ez a negyedik életház a lakásodra, az otthonodra. Mivel itt most kármikus témáid vannak októberig, előfordulhat, hogy te valahol vagy, az is lehet, hogy egy nyaralás, és az az érzésed, hogy itt voltál már az előző életedben. Az ötödik életházban van a bak jegye. Itt most nagy a mozgás. Mars bolygó van itt, Jupiter, Szaturnus és Plutó. Itt mozognak jelen pillanatban. Ez az ötödik életház a gyermekekre utal. Saját gyermek születése, vagy a te gyermekkorod. Ezek a gyermekkori emlékek. És ahogy a gyerekek játszanak, ők mutatják nekünk ezeket a játékos lépéseket az életben,
hogy mi ne mindig olyan szigorúan tekintsünk valamit, hanem játékosan. Ezt a könnyűséget itt tanuljuk ebben az életházban. A Bach jegyében ez a könnyűség nem olyan egyszerű, de pontosan az most, amit te tanulsz az élettől. Ezt jelenti a Szaturnusz bolygó mozgása ebben az évben és jövőre is. Jelen pillanatban itt található Mars bolygó is, ami nem csak a te erődet mutatja, hanem azt a férfit, aki hozzád közeledik, vagy a te partnerod, az élettársad, holott ezeknél a mozgásoknál lehet egy másik férfi is, aki most befolyásol téged, vagy van hatása az életedben. Itt most fontos a könnyűség. Az is lehet, hogy mindez a szabadidőben történik, vagy ilyen művészi területen, mint például egy színházban, vagy koncerten megismerkedsz valakivel, vagy te vagy a főszereplő. Ugyanis ez az ötös életház, ez olyan, mint egy színpad, ami az életünket mutatja. És itt mi játsszuk a főszerepet. A Jupiter bolygó hatása az itt jelen pillanatban, nem csak most, hanem egy évig hat ezen a területen, hogy most megvannak a lehetőségeid arra, hogy ezt kihasználd, élvezd az életet. Viszont itt mondanom kell valamit. Jupiter bolygó mindent megnagyobbít, és kihat a terhességre is. Elképzelhető, hogy a következő hónapokban, tehát egy éven belül előfordulhat ez alatt az idő alatt, amíg Jupiter itt mozog, tehát egy éven belül, hogy egy kis baba várható. És a Plutó bolygó hatása azt jelenti, hogy mennyire fontos most ez a téma. Gyermekek, vagy a te saját gyermekkorod, vagy ez a könnyűség, vagy a művészet. Azon kívül egy párkapcsolat, egy kisbaba születése, mind ez elvárható. És ez a Plutó hatás mutatja, ez most a fókusz, ez most nagyon fontos. Plutó kihat a testi kapcsolatokra is. A hatodik életházban is van mozgás a vízöntő jegyében. Ott található jelen pillanatban Merkur bolygó és Neptun. Merkur nem maradt túl sokáig ezen az életterületen, elég gyorsan mozog, de kihat az életünkre, és ez lehet egy munkahelyi szerződés, vagy munkahelyi kapcsolatok, tehát kihat a munkádra. Neptun bolygó még évekig itt lesz ebben a hatos életházban, ami a munkát és a mi egészségünket is mutatja. Neptunt nem olyan könnyű megmagyarázni. Ott kezdeném, hogy Neptun a görög mitológiában nem más, mint Poszeidón. És Poszeidón az egy isten a tenger felett. És ha tengerről van szó, természetesen kihat az érzelmi világunkban. Neptunnak van egy ilyen kihatása, ami az álmainkat illeti. Vagy művészeknél ez az inspirierende
erő, és ebből lesz egy nagy alkotás, úgy, ahogy mi azt elképzeljük. Mutatja az álmainkat, de a fantáziánkat is. És jelen pillanatban kihat a te munkádra. Ez egy művészi terület lehet számodra. Vagy, ha van egy álmod, amit te megvalósítani szeretnél egy más területen, akkor megvan hozzá a lehetőséged. A hetes ház mutatja a párkapcsolatot, ott található a nap. A nap mutatja a havi témát, ami most fontos ebben a hónapban, és ez tényleg a párkapcsolat, vagy annak befejezése. A nyolcas életház is kicsit bonyolult. Amennyiben anyagiakról van szó, mint például mi várható egy vállás esetén, vagy hogy rendezd az anyagiakat a bankban, vagy ami az adót illeti, vagy egy életbiztosítás. Tehát ezeket a pénzügyi dolgokat itt találjuk a nyolcas életházban, és ebben az életházban van nálad a kos jegye. A kos jegyében nincs bolygód a te horoszkópodban, viszont jelen pillanatban és a következő években is itt mozog Uránusz bolygó, ami minden esetben változásokra utal. De vedd figyelembe a kos energiáját is, hogy legyél bátor, és küzdj azért, hogy a jogaidat megkapd az anyagi területeken is. Amikor egy gyorsan mozgó bolygó, mint például Merkur vagy Vénusz belép ebbe az élet területbe, akkor ott történnek események. Múlt hónapban volt Vénusz bolygó, de most áprilistól áttért a bika jegyébe, tehát más területen hat. Merkur bolygó közeledik, úgy két hónap múlva eléri ezt az életterületet, akkor számíthatsz arra, hogy valamilyen dokumentumot kapsz, vagy egy értesítést, vagy lesz egy fontos megbeszélés, ez kihat az anyagiakra, vagy pedig válásról van szó. Ezek lehetnek hivatalos ügyek, vagy bíróság. A kilencedik életházban van a bika jegye, a horoszkópodban itt található Mars bolygó, ami egyrészt a te erődet mutatja, másrészt a te lelki élettársadat. Most áprilistól itt mozog Vénusz bolygó. És ha Mars-Vénusz itt találkozik, az természetesen szerelemre utal. A kilences életház a külföldre utal. Vagy külföldön van ez a találkozás, vagy ez a férfi külföldről származik, az is lehet, hogy sokat van külföldön, sokat utazik. Ez az utazás lehet egy belső út is, egy vallási vagy egy spirituális út. A tízes életház mutatja felső pontot a horoszkópban, és ott áll nálad az ikrek jegye. És ott van nálad az ikrek jegye. Ez egy életterület, ahol a te hivatásod van, ami hív
téged és a céljaid. Nem csak az, hanem azt is mutatja, hogyan tudod elérni a céljaidat. Az ikrek jegyében a levegő elemét kell, hogy érezzed, a könnyűséget. Itt mozog jelen pillanatban Ráhú októberig. Ráhú egy ilyen felfele mozgó hold csomó, egy kármikus csomó, és mutat egy utat, amire most szükséged van. Egy utat újdonságokkal, amit te még nem ismersz. Ez lehet egy új cél is, vagy a te hivatásod. Ezek az újdonságok, vagy egy új irány fontos a lelkednek, mert pontosan az, ami hat a lelkedre, mert ez, ami téged felszabadít. A te horoszkópodban a lefele mozgó holdcsomó, ami kármikus témát mutat, mégpedig a múltadat, az a rák jegyében áll, és a szimbolizálja a családot. És a felfele mozgó holdcsomó, Ráhú, szintén egy kármikus csomó, az pedig a bak jegyében áll, ami a célokat illeti. A bak jegye nálad az ötös életházban van, ahol a gyerekek vannak, vagy a te gyermekkorod. És az lehet, hogy várható egy kisbaba születése. Viszont számodra ez valami új, mert ez a felfele mozgó holdcsomó, ez egy területet mutat, ami neked új, amit te még nem ismersz. Az is lehet, hogy félsz tőle, te szeretnéd, viszont egy terület, ami számodra új. És itt, ami a kármádat illeti, fontos, belülről egy döntést hozni. Mi számodra a fontos? A család, a gyermekek, vagy a hivatás? Szerintem itt arról van szó, hogy mindkettő területen boldog vagy, és kell, hogy mindkettőt éljed. És ha ebben sikered van, megtalálod a belső egyensúlyodat. Kedves Omaraszé, így tudtam elmagyarázni, vagy segíteni abban, hogy tervezd a jövődet. Köszönöm figyelmedet, és kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel. Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!